Mázsa számra emelik ki a három év körüli pontyokat ebben a tiszavasvári határában fekvő tógazdaságban. Az idei év a tavalyinál kedvezőbben alakult a haltermelők számára, de a lehullott csapadék mennyiség még mindig kevés volt ahhoz, hogy a belvízi csatornák feltöltődjenek. Igazság szerint a belvízhelyzet az nagyon-nagyon fontos, hogy normális szinten legyen, a csapadék mennyiség nagyon-nagyon fontos, hogy normális szinten legyen. Nem csak a tavalyi, hanem az előtti év is nagyon komoly problémát okozott. Nem tudtunk elegendő vizet a saját halastavainkba, termelőterületeinkre juttatni. Az idei év az nyilván csapadékosabbra sikeredett, de mint ahogy a szántóföldön gazdálkodók is látják ezt, ugyan megjelent már a víz, csillog a barázdában, de még nagyjából most érjük el az állapotot, amikor normális telítettsége van a talajnak. Még a belvízi csatornák azok nem telítődtek oly mértékben, hogy biztonságos vízellátásról lehessen szó. Még a Dunántúlon már ilyen probléma nincsen. Az Agrárgazdasági Intézet adatai alapján a hazai halfogyasztás éves szinten 2021-ben mindössze 6,5 kg körül volt. Ráadásul az elfogyasztott hal 81%-a importból származott. Egyes becslések szerint a haltermelők a karácsonyi időszakban értékesítik a hal mennyiség mintegy 40%-át. Azt tudom mondani, hogy egyébként évről évre növekszik a halfogyasztás mennyisége Magyarországon, egy főre vetítve, ez sajnos nem csak édesvízi halat jelent, számunkra sajnos, de egyébként üdvözlendő, hogy tényleg egyre inkább kedvelik a halat az emberek, és egyre többek igyekeznek enni. A szezonalitás viszont még nagyon-nagyon erős. Tehát a karácsony az egy komoly kihívás jelent a gazdálkodók számára, az ellátási folyamatokat azért komolyan kell szervezni. Ifjabb Radóczi János hozzátette, a közép-európai térségben Magyarország az édesvízi halakat illetően a ponttermelésben és fogyasztásban jeleskedik. Csehország nagy konkurenciája Magyarországnak, de Lengyelország, Románia és Szerbia is olyan országok, ahol a különböző vallási ünnepekhez kapcsolódóan nagy mennyiségű halat fogyasztanak, és ez november elejétől egészen húsvétig tart.